Újabb képviselőjelöltet ismerhetnek meg a sátoraljaui helyi polgárok, persze csak szimbolikusan, hiszen Schweitzer Tamás az elmúlt 4 évben a 8-as számú választókerület képviselőjeként, illetve az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság elnökeként már bizonyított. Környezetvédelem, kultúra és kreativitás, ez a 3 meghatározó eleme Schweitzer Tamás képviselőtársam munkájának. Ezért is kértem föl arra, hogy, és kértük föl közösen arra, hogy a következő 4 évben is vállaljon munkát az önkormányzatban. Ez a kérés egybeesett a választópolgárok egész nagy közösségének a kérésével, hiszen nagyon sokan ajánlották személyesen, telefonon és írásban is Schweitzer Tamás képviselőtársamat a következő 4 évben. Én azt remélem, hogy az a munka, a tempó, az a hozzáállás, ami jellemezte a munkáját, az a következő 4 évben is meg lesz, és ezzel a város mindenképpen nyerni fog. Első ciklusos képviselőként vettem részt az elmúlt 4 évben az önkormányzat munkájában, amely nagyon megtisztelő feladat volt, és nagyon örülök, hogy pont ebben a 4 évben tudtam részt venni, hisz nem csak a döntéshozatalban közreműködtem, hanem ez alatt a 4 év alatt a döntéseknek az eredménye is meglátszott, vagyis nem csak a beruházások elkezdődtek, hanem meg is valósultak. Húzó ágazatként választottuk ki az idegenforgalmat a város számára, és úgy tűnik, hogy ez egy jó döntés volt, hisz nem csak egy fantasztikus kalandparkkal lettünk gazdagabbak, hanem egy megújult történelmi belvárosnak és a birtokosai lehettünk. Meg annyi kis terek, szobrok mindig ahhoz járultak hozzá, hogy a közösségi lét, a közösségi élet sátorhelyben ismét egybeforjon és ismét egy új pályára kerüljön. Schweitzer Tamás szerint a jövőbeli célokat csak közös összefogással lehet megvalósítani. Bármilyen jó ötlettel szolgálhatunk mi, 8 vagy 10 képviselő vagy a polgármester, hogyha ez nem találkozik a választópolgárok akaratával, és nem találkozik igazi önkormányzatisággal, vagyis azzal, amit az emberek szeretnének. Fontosnak tartom, hogy mind a környezet, mind a kultúra az emberi lelkekben a választópolgárok akaratával egyet értsen és találkozzon, hisz ezzel tudunk csak előre lépni, előre fejlődni. Fontosnak tartom, hogy az elmúlt 4 évben sikerült a művészetház élére olyan szemét találnunk sok-sok év után, aki végre tartalmat töltötte meg nem csak az épületet, hanem most már a közösségi tereinket. A kulturális programok mellett még számos feladat vár megvalósításra a következő 4 évben. Készülünk el a 750-es évfordulóra. Ez persze nem mostani 4 év feladata, hiszen már 4 éve erre készülünk is, folyamatosan ülésezik az a bizottság, amelynek ez feladata. Fontosnak tartom, hogy a környezetvédelemmel minél többet foglalkozunk, hiszen addig mi csak a seprű végén vagyunk, amíg az állampolgárok úgy gondolják, hogy a szemét az utcán van, és nem pedig a megfelelő helyeken. A célok eléréséhez tehát szükséges az összefogás, ennél fogva pedig azt említett módbeli egyetértés, hangsúlyozta Schweitzer Tamás képviselőjelölt.